Képzeljétek el, milyen lenne, hogyha az életetekről, a családotokról, de elsősorban a tragikus módon elhújt édesapátokról sorozat készülne. Benne minden olyan kellemes és kellemetlen aprósággal, amelyek ugyan talán emberiek, de nem biztos, hogy szeretnénk, hogyha mások tudnának, hallanának róluk. Erről is beszélgetek mai vendégemmel, a király, az a Zámbul Jimmy elsőszülött fiával, Zámbó Krisztiánnal. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Ajánlom figyelmetekbe az RTL Plus streaming felületét, ahol az ismert tévéműsorok mellett rengeteg exkluzív tartalom vár rátok. Kizárólag itt láthatjátok a királycímű című életéről szóló sorozatot, ezen kívül két vadonatúj, tabu döntögető magyar sorozatot is nézhettek előfizetőként reklámmentesen. Több dokumentumsorozat is vár benneteket, a többi között az Amit tudni akarsz, című szexről szóló, ebben én is feltűnök majd. Illetve 024-es betekintést is kaphattok a való világ villájába. Tegyetek egy próbát egy hónapig ingyenesen. Szia Krisztián, üdv a klubban! Szeretnénk gratulálni először is az új dalhoz, a Várlak című dalhoz, ami ugye édesapád dala volt, amit feldolgoztál, ugye? Igen, szia Levente, üdvözlök mindenkit. Sok Mondtam, egy monológot helyetted, látod? Nálányos, <laughs> tündér, vagy nem, nagyon hogy... Igen, köszönöm szépen, hogy érdeklődtél utána. Igen, ez a Várlak című dal, ami az első dalai között volt édesapámnak, még 80-as évek eleje közepén. És, és ezt elkészítettem ezt a dalt egy kicsit felújítottam a saját stílusomra, de azért meghagytam a feelingét, az édesapám feelingjét. Ugye a beszélgetésünk apropója, az LTA pluszon sugárzott a Király című sorozat, ami édesapád és a család életét dolgozza föl. Uh -huh. Nem gondoltál arra, hogy te énekel de betét dalokat? Uh -huh. Azudnék, ha nem, uh -huh. de nem dobtam föl ezt az ötletet, mert... Uh... Vártad, hogy megkeressenek vele? Nem, Na? nem... Uh az van, hogy én úgy gondolom, hogy én vagyok benne, tehát játszanak egy szerep, ugye a, a Georgita ő az, aki engem alakít Zábo Krisztiánként, és én, én, én nem szerettem volna, nem, nem, vállaltam volna azt, hogy én énekeljem. Nekem ez egy kicsit olyan szürreálisnak lett volna, hogyha még ha tudtam volna hozni, mert a beszédhangom nagyon sokban és sok helyen igenis hasonlít az énekhangom is apukámra. És lehet, hogy képes volna erre, sőt. De, de én nem eszembe se jutott, hogy szóljak a lemezkiadónak, vagy az, az RTL-nek, hogy, hogy gyerekeket hallgassatok meg engem, hogy, 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 esetleg nem lehetne ezzel foglalkozni. Eszembe se jutott. Ö, ha megkérdeztek volna, hogy megpróbáljuk próbáljuk meg, akkor lehet azt mondtam, hogy próbáljuk, de nem vállaltam volna. Mm -hmm. Meglepődtem egyébként a sorozatban, mert ugye vannak kvázi műdalok, amiket nem édesapád írt, nem az ő dalai. Ezek hogy tetszenek? Nem. Nem tetszenek? Nem. De miért? Mert nem az édesapám dalai. Mm. Ezt én mindig is mondtam. Ez egy, ez egy hatalmaz, ez egy óriási remek mű, ez a, ez a sorozat, a színészektől kezdve a, a fikciókon keresztül, mert ugye a van sz, fikciókkal az, ugye az egész sorozat, de hol vannak azok a dalok, amik, amikre én emlékszem, amitől édesapám Zámbó jimmy vált, amiknek történetei vannak, ahogyan megíródtak ezek a dalok, a stúd, stúdió munkák, ezek a dolgok, amik nekem így hiányolom ebben a, ebben a sorozatban. de e, Benne vannak ezek is tulajdonképpen, vagy sok van belőle benne? Hát e, nem így kezdődött. Ha. Nem így kezdődött. Tehát, hogy a sok van benne, az, az nem egész. Tehát ott volt a Bohem Rhapsody, nem hallottam Freddie mercury új dalt benne, és még sorolhatnám az ilyen nagy sikerű, ott volt egy Don john a film, ami mondjuk nem tetszett, de, de, még ő sem volt az, hogy tehát, hogy ez, ez egy dolog, ezt, ezt valahogy nem tudom hova tenni, ezt mindig is megjegyzem, hogy miért, 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 miért van az, hogy nem hallom benne azokat a, a, az összes lágert apunak a daléból hanem, hanem egyszer csak lettek. Nem Sramekkel van a bajom, Péter Sramekkel, mert egy nagyon ügyes srác, és tényleg szívvel, lélekkel, egy hatalmas nagy rajongója édesapámnak, hanem az, hogy, hogy szívesebben hallottam volna több slágert aputól. Ugye a sorozat uh, tulajdonképpen feléig az apukát fiatalkori láthatjuk, mm. a másik felétől pedig ugye a nagyjelvin által játszott, már, már uh, meg lett férfi uh, karakterben uh, láthatjuk az ő ő figuráját. Melyik tetszik neked jobban? A fiatal, vagy pedig az idősebb? A fiatal. A fiatal? Igen. A fiatal, mert ott uh, előhozott belőlem olyan emlékeket, mert valóban jó, nagyon, tehát uh, uh, Elképesztően jól játsza Renátó apu fiatalabb ényét, meg a a is ott, nekem nekem az ott jobban tetszett. Nagyon jól tudjuk, hogy Ervin egy elképesztően jó színész, de szerintem apu nem volt ilyen bohém, meg egy, 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 egy kicsit ilyen ilyen kis butuska, sokkal rátermettebb Pari volt, nem volt ennyire eszeveszett ahogyan ő, ő játsza. Nem tudom, hogy ő neki ez volt a feladata, hogy így kell játszani a édesapám szerepét, de, de ennél, ennél, ennél ő, ő, sokkal tehát úri volt apu, ahogy, mint ahogyan játsza az Ervin. De, de például én, én nekem tetszett ez a oldala is. Tehát, hogy ne felejtsük, hogy ez nem egy életrajzi film, ez egy, ez, egy, ez egy, dráma, ez egy, ez, egy, ez egy, rendes film, amiben egyébként nagyon tetszettek olyan beszólások az Ervin-től, ami nagyon vicces volt, és, 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 jó volt, tetszett. Nekem, tehát, hogy ebből a szempontból lehet, hogy jobbat is tett, jó, jót tett így a, a, filmnek, hogy azért mégis furcsa lett volna, ha, ha, ha az egész arról szólt volna, hogy, 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 hogy valóban milyen volt a, az életünk együtt, vagy milyen, hogyan, hogyan viselkedett édesapám. Én eddig csak pozitív visszajelzést kapok, de de viszont nem, nem így viselkedett édesapám. Azt mondott, hogy sokkal a fikció benne, meg a hazugság. Egy csomó dolgra gondoltam, hogy mi lehet az például ugye gyerekkorodban a közös társas házban lakni az editékkel, és a Jósnak könyvedet, ez nem hazugság például. Tehát ez is nem az... nem, 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 nem egy, egy lakásban laktunk, nem, hogy társasházban, Tehát társas házban. Valóban, valóban, igen, ez a -Kató, Balázs Béla utca, tehát ezeken a környéken. Ö ö ö ö ö ö lakunk, laktunk így. Valahogy valamilyen közé volt, és nekem nehéz volt visszaemlékezni. Én csak arra tudtam, amire, amiről apu, vagy a Edith, vagy a édesanyám, anyukám Verona ő, meséltek. Nekem vannak halvány emlékeim azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi ott laktunk, és hogy az Edith is valamilyen szinten ott volt közelnek, de azt tudom, hogy az Edith az hamarabb költözött Cseperre, tehát ő, ő már ugye neki, hogy ott volt még a két gyermeke is, Anita és a Zsolti. Akik nem szerepelnek azt a sorozatban egyáltalán. Ezt is furcsálom. Anita, bár nem biztos, mert Anita sajnos 14 évesen elhúnyt. Egy tragikus balesetben. Ha voltam, tudom, akkor neki szól az apoket egyik dala, ugye? Igen, a, még nem veszíthetek. nem veszíthetek. Így van. Ennek írt apu azt a részt, és ezt is furcsálom. Nem tudom, én azt mondom, hogy hogy, 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 hogy so, én, én úgy ülök, tehát úgy ültem le a, 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 sorozatot nézve, hogy, hogy mint a fia, mint, mint egy családtag. Így, így nehéz volt néznem a filmet. Aztán így elkezdtem gondolkozni, hogy nézem úgy, mintha valaki csak először látna, Ha nem Zámbó Giméről szólna, hanem egy srácról, akiről... akiről Meg az álmait. Aki, aki megvalósította az álmait és egyből másképpen néztem a filmet, tehát euh, én már nagyon sok videóképet rendeztem, tehát így a, a film, filmvilágban eléggé ott, ott, vagyok, így meg nagyon szeretem a filmeket, meg én most már úgy nézem, hogy melyik, mondjuk nézek egy moziba egy filmet, én nem magát a filmet nézem, azt mondom, hogy vágják. De én, nál, nekem ott dől egy film, tőlem lehet a, akárki a rendezheti, én nálam ott dől el, hogy milyenek a vágások. Tehát én most már én kicsit ilyen szemmel nézem, és figyelem, és akkor és, és azt hiszem, azt az ebbe, ebbe, ebbe tényleg, Dani, ugye Kovács Dani, ö, ö, Csáli, tudom, mondom, ismered. Ő rendezte. Uh -huh. Ő rendezte, és ö, T -t 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 elképesztően szépen összerakta ezt a filmet, úgy, ahogy kell. Úgyhogy sorozhatod, úgyhogy nekem, nekem nekem én tetszik, rátok ragadni. Én is tesen ráragadtam egyébként. Igen, Tehát mert... hogy, ugye szerdán jön ki az új rész, és én a szerdán éjféltől már nézen, keresem, hogy akkor felment a platformra, vagy nem. Nekem egyébként, ami nagyon tetszik, az a minőséget. Tehát az, abszolk, hogy egy ilyen, igen. Ilyen, ilyen, tényleg egy ilyen nemzetközi stream minőséget kapunk a, a sorozattól. Én, én, én csak így mentem bele, amikor a szerződést aláírtam. Én el is olvastam a forgatókönyvet, nyilván a forgatókönyv, tudod, mindig más jön le. Ez egy csodálatosan szép, egy ilyen, nem tudom, 3 500 oldalas forgatókönyv, amiben ugye ilyen párbeszédekként vannak leírva a, a, a történések. És mint egy forgatókönyvben szokott lenni, igen. Jó, de sokan nem tudják azt szik, hogy a <laughs> könyv ja, ja. olvasod, és akkor mint amit mit tudom van, mi valami regény, vagy egy mit Egy utasítások igen, van meg benne, igen, hogy igen, most bemegy az ajtón, kijön az ajtó, igen. igen. Nem, nem, tehát, ugye, hogy így, így elkezdtem beléni magamat, hogy, hogy a szereplőkben és szereplőkben, de nyilván a, a képeket nem láttam. Vizuális, vaz, vizuális pali vagyok, de Aha. a képeket nem láttam, hogy vajon, vajon hogy, hogy, is hogy is képzelik el, ja. is képzelik el a, a nagymamámat, vagy a, a nagynénémet, vagy engem. Én nagyjából tudtam. Szerintem talán én vagyok az egyetlen, aki nem fikció benne. Sőt, <laughs> Jó, az tűnsz benne valójában. Az durva volt, és euh, én egy kicsit is nevettem magam, hogy euh, hogy ez is a brf soha életemben nem voltam kiallgatni, de az az, hogy felszívtam egy cikket a BRFK parkolójában, és úgy mentem fel a kiallgatásra, óriási. Tehát, hogy ez, tanít fejtem, mondta, hülye vagy? <gül> <gül> de normális, vagy, bazd meg. <laughs> de ez mi? Mondta, nem is értem. De mi, 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 És nevettünk, mert igazából azt mondta nekem, és még a Jós Pistival is beszéltem, azt mondták nekem, hogy mondom, te figyelj, azt fogják így, hogy én mi full drogos Figyelj, Krisztián, ma már a drog az divat. Ma már mindenki dibatta, de én neket... nem drogozok, bazd meg, mondom, nem <laughs> álmodom. Olvastam a könyvedet, ugye a legelső könyvet, amit azt mondta, hogy megbántál, hogy megírtál, ezt mondtad a palikék világában, nem tudom, miért ha. bántad meg, mert szerintem semmi gond nem volt vele. Hát, és sok volt benne olyan, én úgy éreztem, hogy euh, akkor még így a düh beszélt belőlem, mindenkire és mindenhol, mindenre haragudtam, elég frissen jött ki. Nekem úgy tűnt a hogy nem tudtad elfogadni az a, a történést magát, tehát hogy hogyan történt maga a tragédia. Hát ez persze, hogy nem, mert igazából magát az, hogy nincs édesapám, azt nem tudtam elfogadni valószínű de nem, élhettem, nem élhettem úgy az életem, hogy kétségek, a kétségek között. De akkor ezt lezártad? Tehát, hogy neked van, Én el, van, lezártam van az azért el... egy, az gondolatod, elfogadtad ezt a, verziót a van. verziót, amiről Én szól. Én mindig vannak nyilván olyan dolyanok a fejemben, hogy mi a francia van az, hogy még mindig 25 évre le van titkosítva egy ö, olyan, ami egy véletlen... Az nem e, sokára akkor lejár. Hát igen, elvileg nem sokára lejár. Én ezt nem tudom hova tenni. Vannak ilyen a, alap dolgok. Én a családomban abszolút megbízok. Tehát így, a, ez, ha már beszélünk erről az esetről, akkor én, 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 én a, amit a családom mondott, és a, a, akár Edith, akár bárki, az úgy lehetett, úgy történt. Csak, csak vannak itt olyan furcsa dolgok, vagy nem tudom, hogy a média szerette volna ezt így csinálni, vagy valaki dacból, valamelyik rendőr, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy voltak itt rendőrkapitányok ebben, meg nyomozók, meg nem tudom. Tehát, hogy nem értem, hogy mi ez a 25 évre titkosítani, főleg a család előtt is. Tehát, hogy ez, ezek, ezek, a dolgok, de, de már, de már nem, nem, nem törhetem ezen a fejemet már, mert inkább azon, azon, dolgozom, hogy nem is kell dolgoznom rajta, mert az egész ország megtette helyettem, hogy édesapám neve és az Ámbó mitosz most már fennmarad örökre, és ez jó, ez tetszik. Ugye a könyvet azért hoztam fel, mert ott beszélsz a drogozásról, de hogy ott ilyen nagy finomkodva beszélsz a füvezésről, mint olyanról, tehát ebben az időben... Ű, az a, fü... az hát a, füvezése is. volt akkor még ennyire, nem tudom, előtérben, és itt uh -huh. óvatosan hogy elszíteni, füves cigit találtak nálam egy kis füvet, nem tudom is oda, és Igen, most akkor, jogtató. akkor figyelj, akkor még azért nem lehetett, azért mondtam, hogy ahogy azt mondta Jós Pistis, is, hogy ma már divat, tehát nyugodtan mindenki beszélt minden, mindenről. Uh -huh. Uh, hogy mit csinál, meg mit nem csinál. Oh, persze, mentem el volna kurára, csináltam ezt, és ezt a tárakról beszélek. Tehát, Ez, szerintem nem, 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 jó dolog, hogy ezt ilyen, ilyen könnyedén veszik, mert, 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 ezek halálos dolgok, és ismertem annak idén, voltak olyan ismerős, barátaim, akik meghaltak ebben, tehát azért ez egy veszélyes dolog. <kül> Igen, valóban volt egy ilyen egy olyan korszakom is, de, a... de várj, ez a, Apukát halála előtt volt, vagy után volt? Mert a könyvben Nekem... te azt írott, hmm. hogy utána kezdtél el ö, drogozni. Hát akkor abban az, nem. Ö, a halála előtt inkább azt mondhatnám, hogy... Ö, Ilyen, így, így sodrottam bulizva, bulizások. De nem, nem voltam ilyen kőkemény. Akkoriban jött, 96-ban jött be a, 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 a hát, kábítószer, hajzószer inkább azt mondanám, mint az ember jól érzi magát. És mindent, amit lehetett, kivéve a heroint, de amúgy minden, amit lehetett, kipróbáltam. Voltam Hollandiában is, úgyhogy ott aztán meg kötelező. Úgyhogy e, e, akkoriban ez, akkor még jól éreztük magunkat. Nevettünk, szórakoztunk, bulisztunk. Viszont e, mikor édesapám meghalt, és az egész minden felborult körülöttem, akkor, akkor, akkor már inkább szerintem a, 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 fájdalmakat, a rossz gondolatokat ezzel próbáltam, ami nem segített, tehát ezt nem ajánlom senkinek, mert csak a rosszabb lett. nagyon egyedül maradtam. Ott volt édesanyám velem természetesen, mert ő, őre mindig is, most is mindig is számíthattam, számíthatok, de, de mégis úgy, 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 úgy mindenki, úgy elhullottak a, a barátok, meg, meg minden. Úgy, úgy felborult az egész ország, hihetetlenné vált, depresszióba is estem. Sokáig volt ilyen depressziós, de, de perszív, agressz, agresszív állapotokat éltem meg. És akkor igen, akkor akkor így, így elég, elég, elég keményen elkezdtem egy a droggal foglalkozni. Már úgy értem, hogy magamat ö, ö, pusztítottam. Aztán, aztán egyszer csak úgy voltam, mert ahogy tíz évig ez ment így. Ez tíz évig így ment. Mindegy volt, csak, csak valahonnan, és akkor gatyám ment, tehát mm. nagyon sok millió, és az igaz. Sok-sok milliókat el lehet erre költeni, ha az ember megbolondul. Tehát egy tíz év alatt? Hát igen, nem is tudom, ki se tudom számolni mennyi. De aztán elkezdtem így érezni magamon, hogy hogy, hogy, ez, hogy, ez, így nem jó. Tehát az, hogy valaki egyedül otthon ő, szívbe, magába két-három napig, és akkor ott utána jössz teljesen romokba, és akkor teljes depresszióba, akkor úgy az éreztem, hogy ez, ez így nem fog működni, ez már nem jó. Mert kilátástalan volt gondolom az egész, nem? Tehát, hogy... Minden, tehát minden nyakam, nem csak a édesapám körülményei, haláli körülményei, nem csak a halála, ö, a, 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 mindenki, az egész ország, egész világ, hát még a világ is, még a BBC-n is leadták, hogy édesapám meghalt. Tehát, hogy persze, leadta a BBC, hogy, hogy, hogy édesapám meghalt, még lehet, hogy talán még valahol fönn is van ez. És akkor tudod, mindenhol, bárhol mentem, aput hallottam, apuról ez, újságok, ez, az, most ki lehetett, én én mindig mindenben, én, én meg én csak gyászoltam, csak gyászoltam édesapámat, és, és ugye, uh, találkozni emberekkel, akik oda jönnek. És akkor elkezdenek befolyásolni, én eléggé egy naív pali voltam. Sokotok ne fületbe? Igen, hmm. hogy, hogy biztos, hogy nem, ahogy, meg biztos, hogy így történt. Úgy szeretük apádat, és akkor sírnak, bőgnek, a nyakamba borulnak, és akkor adjatok engem békén. Jó, de te hol huléva én... se könnyítette meg a helyzetet, utána kilenc évvel később, amikor ugye előállt azzal, hogy hamisan tanúzott annak idején, és egészen más történt, mint amit ő akkor elmondott. Na, és Na, hát hát meg, is sinoktál, inoktál, hogyha jól láttam hát, a, a, igen, az volt egy, igen, volt egy ilyen pont, amikor uh, Húl éva. akivel egyébként nem voltam rosszba, és valóban ő ott voltam ebben a... Tehát amikor történt az egész, akkor ott volt. De akár ugye, hogyan is történt... Azt mondjuk, hogy az az a, az a a rendőrségi jelentésben a, 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 végeredmény, hogy hárman voltak akkor a, a, abban a szobában. Hát ha öcsémet nem számoljuk, és ő aludt ugye a, igen, a, kicsi, jó, a, szobában, igen. a szobában, hárman voltak. Figyelj, megmondom is, hogy én most ez nem tudom, még ez a hivatalos jegyzőkönyv, vagy nem tudom, én nem tudom, hogy ki olvasta, vagy ki nem. Én én, 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 most is, és akkor is úgy voltam vele, hogy, ez egy nagyon rossz, véletlen baleset volt. Ami, ami, amit, amit imád a média megcsócsálni és, kicsit, és széttépni, és nem csak a média, hanem az egész politika, még talán az is belenyúl, meg, meg minden az országban mindenki szeret be bele rágni egy kicsit. Jó, de kicsit is hozzátettél a könyvelehez, tehát hogy a, ugye azt egy félszóval említett, hogy, hogy válni akart apukád, az, nagyon régi ez a kényv. Tehát, hogy az, meg ott, meg ott képén 21 színésznő, uh, uh, uh. hogy akkor vele volt viszony, ezt is leírta. Ja, hát ez, igen, de hát ez, ez, ez nem volt kérdés. Hát ez, én, én tudom, hát ugye a Gregor Bernadettről beszélünk. Persze. Nekik volt viszonyuk. Tehát... beszéltél egyébként a Bernadettel azóta erről a dologról? Vagy kommunikáltál nem, vele? Nem, nem. Ő tagadja ezt a dolgot, de én a saját szememmel láttam, hogy, a, hogy egyszer a Gregor Bernadettel együtt volt apu. Úgyhogy ezt a könyvéként egyébként írott, hogy apukád nem is titkolt előled a barátnőit, tehát, hogy mentetek közösen játszótérre, úgyhogy egyébként ugye neki volt komoly párkapcsolata. Igen. Euh, hát nem tudom. Bár nekem is van némi kisugázásom, <laughs> mert elég régóta vagyok itt a párommal, vagy nekem is hosszú kapcsolataim voltak, de de igen, valami volt apuban, ami, ami az édesanyámat is... Euh, ugye most ma édesanyám bőven hatvan fölött van, és soha nem tudott, igazán nem tudta magát túltenni a pont. És hát volt egy olyan időszak, amikor ugye anyukádat már elhagyta ő, együtt volt az Edittel, edit anyukádhoz vissza járt. És hát meg... úgy jött vissza, mint mintha még mindig a család. És közben ugye tagján. még volt harmadikként a Háfra Mari, mint a, a Na, akkor már a Háfra Mari ő Már nem, nem, nem akkor... egy modellt emlegetett anyukád, akkor egy másik modellről volt szó. Ne, nem, nem. De szerintem a, a Háfra de szerintem akkoriban már nem. Tehát a Háfra Mari az körülbelül egy a... Szerintem a 90-es 90 évek elejéig tarthatott. 90 ben 91 ig addig tartatott, mert én ismertem Áfromarit, én voltam is nála, apukám át is vett hozzá, kisgyerek voltam, voltam 7-8 éves körül. Én nagyon kedves tündér, szép hölgynek tartottam, de apus nem igazán jelent meg mindenhol vele. Tehát, hogy ilyen, ilyenre nem volt példa. És az ilyen hogy nagy szerelemnek van feltüntetve. Hát a lángoló igen. nagy szerelem. Én nem tudom, hogy az mennyire volt, amikor a lángoló szerelem. Ha édesapám valakivel ilyen nagy, nagy szerelemben lett volna, akkor ő még mindig meg lett volna neki. Úgyhogy az Edith volt neki a, 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 az egyik életes szerelme, az ez tény, meg édesanyám. Tehát ők tőlük is van a baba. De mi volt az ő vonzereje a nőknél? Tehát mi volt az, amivel be tudt őket teljesen hálózni, és kvázi ilyen akár rajongójává is tudta tenni őket a magánéletben is értem. Tehát nem csak hát ez ezt a háfra elmondta sorozatban, nem fiheted? Hogy jó a szex. <gül> <gül> Erre gondolsz? Hát ezt mondta a hogy nagyon jó a szexbe. Hát én nem tudom. Ö, ö, ezt nem mondta Fater soha, de, de én azt gondolom, hogy ö, apaként, vagy mint férfiként, én, én, fia, mint fia, ö, mindig nagyon, volt a, a, megjelenése, és a, 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 tényleg a hosszú lábaival, a, ahogyan ment, ahogyan járt, ahogyan mozdult, ahogyan beszélt, és az nem a nagy képűségről van szó, hanem volt egy egyéniség, egy ilyen, ha volt benne egy erős ego, de az a sosincs baj. Szerintem, ha valakinek van egy kis egója, annak van esze is szerintem. Úgyhogy ö, szerintem ez lehetett az, ami valószínűleg szex is, nyilván, tehát most ö, hogy valaki csak azért, mert szép dalokat ír. Én hiába énekelek az asszonynak a fülébe jó dolgokat, hogyha nem tud elélezni. Tehát ez hülyeség. Tehát el is kell aznak a hölgynek menni. Van, aki attól tudod. hát ezt, megnézném. Hát milyen éneklés az? Lalalázás, lalalala. A négy oktáv, tudod. nem, La, Értem. Nem. szóval, hogy nyilván hülyeség azt mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy nem fontos a szex, de, de hogy nem, hát természetesen Fontos, hát ö, nagyon szívesen megkérdezném, most már én is haputol, hogyha fel, hogy élne, hogy ö, én nem tartottam őt, ö, sok szemét patkány volt a, a, az országban, aki lecsúnyáztak, meg görény, meg nem tudom, miért mondták, ö, ez maraság szerintem, én úgy vagyok vele, hogy ö, a legtöbb nőnek nem az, az a babarcú, Ricky Martin félre palik jönnek be. Mondjuk most Ricky Martin pont ráibáztam. Ja, kiderült, hogy meleg. Kár, kár lenne bejönni. Minden igen, minden. igen, az, az más. Tehát, hogy, 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 hogy nem, nem gondolom, hogy szerintem ami én, én, az én tapasztaltam az, hogy a párom akkor szeret a legjobban, ha fel tud nézni rám. Tehát, hogy, hogyha ha úgy érzi, hogy biztonságban érzi magát mellettem, nem természetesen nem minden az anyagirakról szól, de muszáj annak is. Nyilván, muszáj, tetszik. hogy de én szeretem, hogy az én... Hát meg pe... az anyagiak biztos egy magabiztosságot adnak a férfiaknak, nem? Tehát, hogyha van igen, van, de hogyha van, hogy van a mind... lóvi, akkor van egy magabiztos kiállás. É, az ég, szokták, azt ég, szokták, mondani egyébként. De, egy ilyen... az lehet, de az lehet, figyelj, Levi, az, az lehet öh, egy kis komplexus is átváltat. Valaki azért van pénze, hogy, hogy nőt a magának, akkor vagy de, kicsi a farka, na, vagy... De ezt szokták mondani, hogy a pasi, akkor magabiztos, hogyha vagy van pénze, vagy nagy a farka. Ez Igen. A, a, Igen, a, a... Igen, Igen. Ha még a kettő, akkor meg... A nagyon felszés hozzá, akkor, a, akkor az, a világ. Akkor a világ. Figyelj, én azt mondom, hogy ö, én, 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 ez, a, én ez, ez, a, saját tapasztalatom, hogyha egy nő úgy, ha ott van melletted, és, és úgy úgy néz fel rád, hogy, hogy ez, ez, ez a férfi ott van mellettem, bármi történjen, akkor én biztonságban érzem magam nem azt jó, nem azt, hogy most le fog ütni valakit, hanem olyan, hogy, 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 nőnek érzi magát melletted. És, 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 az, és, szerintem ez nagyon fontos. Nem az van, hogy mindig romantikázni kell, és úgy jup, úgy jup, úgy, 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 úgy. Négen, oda kell csapni az asztalra, hogy asszony. Menni. Oda kell csapni az asztalra, hogy asszony? Néha egy kicsit oda kell, de nem ő rá csapni, hanem az de, 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 de. Az apukádnál a sorozatban többször felmerül a, az agresszió kérdésköre. Hmm. Ő tényleg agresszív volt? Hát hogy neki volt egy ilyen oldala, hogy ő oda, oda lökött, vagy csapott, vagy Azt hiszem, hogy Persze. pofon, pofon talán nem csattan el a sorozatba, csak lögdösödés van talán, hogyha jól emlékszem. De figyel, engem még soha mert nem tudtam meg édesapám sem, testvéremet sem. az, hogy az, a felesége anyukámat sem soha jött nem tudta meg, egyszer sem. Már pedig ott laktam. Az, hogy mi lehetett ott a együtt és közöttük, én nem sokáig nem laktam ott, tehát én az anyukámmal laktam, mert ő egyedül nevelt minket hármunkat a két féltestvéremmel. és az, hogy ott mit, mit, történhetett, vagy voltak veszekedések, de én azt gondolom, hogy mivel együtt maradtak, és láttam őket szerelmesen csókolozni az Edittel, nem tudom hány év után, már akkor voltam 18-19 éves, és lenne a nappaliba az Edith az ölébe apunak, és tényleg szerelmesen csokoroztak, akkor itt valami, tehát vagy az Edittel volt nagy gondok, vagy apukámmal, tehát most nem hiszem. Én azt gondolom, hogy volt itt agresszivitás, nyilván, meg voltak a saját, hogy is mondjam neked, nem kereszt, hanem a, a saját kis ördögeiket űzögették, tehát biztos hogy, biztos, hogy volt valami ilyen feszültség. Azért nem lehetett a könyv az Editnek sem, mert az, hogy az apu ebben a nagyon nehéz szakmában tényleg elért egy olyan szintre, hogy az, 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 fergeteges volt, amit én azt végnéztem. hogy ekkora, ekkora, imádatot és ekkora rajongást, ami édesapám felé működött, Hát nyilván voltak itt fiatal hölgyek, akik mindenki akart egy darabot a, a puból, én sem néztem volna jó szemmel azt, hogy, 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 hogy a, a anyukámmal van. Bár az én édesanyám, ő lépett. Tehát ő, ő, nem volt úgy, hogy legyen első vagy második. Ő úgy volt vele, hogy ne éljen velünk. A büszkeség. Nem, nem, nem hanem hát hogyha ott volt még az Edith, akkor... Hm. És egyszerűen volt sokáig még átjárt apu, és voltak olyan pillanatok, amikor én sokáig nem tudtam, hogy apuig nincsenek együtt. De tudtam, hogy apu az éjszak, apu az éjszakában dolgozik, ezzel tisztában voltam, de azt nem tudtam, hogy az itt van. Azt tudtam, hogy apunak voltak csajozás, de még de én is olyan voltam, hogy akkor kezdtem a teenager lenni, nem volt komoly kapcsolatom, csak jöttek-mentek a csajok, tehát hogy így így fogtam föl. Anyukám nem sírt soha utána, tehát hogy ő egy, ő egy sokkal erősebb nő volt ilyen szempontból. Úgyhogy a uh, apu átjött minden héten egyszer-kétszer, azt láttam, hogy egyszer-kétszer elmentek a hálószobába, bezárkóztak. Hát mondom, hogy akkor biztos, hogy minden rendben van. Hát hmm. mondom, akkor hát anyunak is hiánya volt, biztos nem tudom. <laughs> Felt, nem, nem, akarom ezt elviccelni, mert tényleg anyukám szerette apukámat, de arra emlékszem, hogy anyu uh, egy idő után megunta, és én otthon voltam, és vártam aput. Ez még Csepelen a négy ház volt, és uh, anyukám akkor elment egyszer végre, nem tudom hány év után, 18-17 év után elment egy randira. És azt így, én mondtam is, mondta anyu, hogy ezt mondja apunak, mert hogy. És indulás. Nem igaz, nem De. igaz. Apu úgy átjött, és akkor kérdezte, hogy hol az anyu, és mondtam, hogy hát a anyu elment, és mondta, hogy adjam át a randira randizott anyu. És apu fogta, megkeresett anyunak egy rúzsát, és a fehér falra kiírta azt, hogy drágaságom, nagyon örülök, hogy végre rátalálsz valakire, legyél boldog, legyél szeressenek, és örülök a boldogságonnak, és egy szívecskét írt neki. Szerintem ezzel sokat nem segített. Felírta a fehér parra, fehér rúzsát, rúzsa, az piros az, az, meg az nem az, hanem meglátta anyám, meg gondolatod, hogy megint belesz, nem esett a esett pám, valószínű. És nem is tartott sokáig az a randi, úgyhogy ez egy, egy, egy kis aranyos kis emlék. Egy, ez egy tényleg emlék volt. Úgyhogy, úgyhogy onnantól egyébként már, már úgy volt, hogy akkor, 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 akkor én már át is költöztem. A, az új házba, amit a -apó épített, vagy hát megvett, és akkor, akkor már a éltem, és akkor már nem nyilván édesanyám, akkor de már teljesen. Ugye a sztori szerint, a sorozat sztoria szerint egy bajkeverő figura voltál, és ezért kellett az költözni, Persze. hogy embert neveljen belőled tulajdonképpen. Igen, de igen. a bajkeverés az nekem úgy tűnik a könyvedből, hogy a vállás miatt történt. Tehát, hogy te benned akkor valami. Ne, figyelme, eltölt. inkább figyelmet akartam magamra vonni. Meg a, arról nem beszélve, hogy Csepel ez egy eléggé meredek hely volt akkoriban. Tehát sok mindenki onnan abból a csepel... csepel. Meg is fogjuk lepődve, hogy Cseppelt választotta, mert, mert ugye közben egyfolytában küzdött azzal, hogy nem fogadja be a zenész társadalom, vagy hát egy része nem fogadja be, legalábbis így tűnt nekem, meg a sorozatban is így tűnik a dolog. Uh -huh. Meg ugye én nézegettem vele kapcsolatban a videókat, a Szikora Robert is ezt mondta, hogy ugye nagyon szeretett volna bekerülni a, a nagyok közé, és tulajdonképpen ott a, nagy popzenészek valahogy így őt kiközösítették talán. Nem? és azt biztos, hogy nem tudták. egy valami volt, ami az apunak nagy fegyver volt a kezében, az pedig a nép. Ezzel nem tudtak mit Én Csak ezt akarom mondani, hogy miközben ő a legutolsó részben, amit nem láttál, ott az van, hogy meghívja az egyik kritikust, és akkor ott kvázi az Edit csinál, szem, hogy paprikás krumpli töltött káposztát, valamilyen, valamilyen nagyon magyaros kaját, és akkor a hulévahoz ahhoz homárt, meg, meg nem is szerette az éneket, de Nem, de hogy ők, utálták ez csak próbálta magát ezek, ezek alapján kicsit így felülpozícionálni, és ehhez képest Csepel abban az időben nem a felül üzente az embereknek. Most akkor én kérdezek valamit, hogy tehát felül pozitív, oh, bocsánat, mondani, már pozícionálni, igen. Pozícionálni. Ugye ez, ez nem, ki volt annyira felül pozícionálva? Tehát, hogy most beszélünk hát, erről. Aki Budán lakott, az például egy teljesen más Igen, a, 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 a popinekesekről esekről beszélek. Tehát most hogy az a zenészekről beszélünk. Azt akarom mondani, hogy apu hát többet az a, akar felé, mint ami, mert hogy úgy érezte, ö, Aha, az volt a sorozatban, nem tudom, nem, nem, nem ezt a részt legutolsó állt, a legutolsó volt, Az van, nem. hogy megkapja az Emerton-díjat, akar csinálni a vigadóban egy hatalmas nagy bulit, ahol meghívta a, a Cserháti Zsuzsát, a Dealusa Jont, a Pressert, a Demjén Rózsit, és senki nem ment el, mert egy másik buliba voltak. Ez nem igaz. Aha. Nem, nem. és szerintem ő, ő nem, hogyha elhívott volna valakit, akkor... Ö erről sokkal hamarabb dold. Erről a bújról én nem tudok. Én szerintem ez, ez, Sőt, ilyen nem történetet. Két hetet töltöttek fel a YouTube-ra egy Budapest tv anyagot, ahol a Szikora Robertről volt szó, hogy ő, hogy ő csinált valami születésnapi rendezvényt, ahol meghívott csomó embert, és a apukád nem ment el. Utána az apukádat csináltak később egy interjút, amit aztán a halál után a Szikora Robinak, és ott az apukád azt mondta, hogy nagyon jóban voltak egymással Robival, mindig imádták a tök az ellenkezőjét mondja az interjúban. Mm -hmm. Hát persze, hogy amikor mindenki az ennek mondja, miután már az édesapám meghalt. Most már mindenki annyi mindent mond, Pataki Attila is annyira elkezdte mondani, a, a, meg a Lajcsi is, hogy nem értem, hogy akkor, amikor apukám ért, akkor miért nem beszéltek erről a fegyver előrántos dologról. Azért kíváncsi vagyok hogy biztos volt benne valami igazság, de apám nem dobálozott azzal a fegyverrel, akármennyire is sajnos ez lett az a, a, vége, a, édesapám végzete végül is. De, de hogy miért most mindenki annyira nagy csipával, igen, a Sikor Robi írta egy dalt. Az pedig, ha jól tudom, a. Fú, meg nem fogom, annyit alavonapra most, annyi, annyi most írtam, akartam mondani. Ö, azért, mert az édesapám azt mondta, most nem tudom, a Sikor Robi, ö, emlékszem az első videoklipjére, amikor egy ilyen kis panellakásban, valami üres panellakásban ott énekelt. Ö, én azt gondolom, hogy Apu mindig próbált kedves lenni inkább az emberekhez. Uh -huh. És ő úgy érezte, hogy azért, ha ezt mondta apu, hogy, hogy jobban vannak, nem voltak nagy barátok, nagy barátság nem volt. De én is van olyan, hogy valakivel együtt dolgoztam mondjuk egy dalon, akkor azt mondtam bárkivel, bár, aki kérdezte, hogy hogy kivel készített ezt az altvai duettet, akkor azt mondom, hogy ezzel és is, is nagyon jóba vagyunk, szerelem szeretem, nagyon kedvelem. Tehát az, az, nem azt jelenti, hogy mondjuk egy életen át tartó barátság, de azért ez egy kicsit lekezdődött azért, mert én láttam ezt a, azt a Robi mondott ezt, a, ezt az interjút, tehát hogy akkor sem mondtam volna, hogy igen, Jimmy K egy aranyos volt, kedves volt, minden, de természetesen nem minden napunkat töltöttük együtt. De nem mondta azt, Tehát nem tudom, hogy, hogy ezt ő hogy adta ezt elő. Mert átköltöm. Ja, láttam már én ja, is. Elátod. láttam már, de már nem most. Szóval, hogy, hogy volt az, 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 az amit, hogy abúgy lett, úgy mondta volna, hogy, hogy úristen, Isten, menj, vagy. vagy, Na, tehát, na de erről beszélek, szóval, hogy, hogy, nekem úgy tűnik, és volt egyébként egy is beszélgetés, ahol a Kulka János beszélgetett pokáddal és ugye ő azt mondta, hogy ő nem szégyelli azt felvállalni, hogy kvázi ö, értelmiségi emberként apukáddal áthallgatta egész nyáron a Interpop Fesztivál után. Uh -huh. Tehát, hogy volt egy ilyen megbélyegzés vele szemben, nem? Figyelj, ö én nem tudom, hogy miért, mert édesapám, hát az, amit most leadnak, a, a, ugye, amit most az RTL sorozat leadott, ennél, ennél, sokkal diszkrétek, sokkal uh, kifont, kifinomultabb volt, és értelmesebb ember volt. Tehát uh, mm, én, 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 tudnék most olyan sztorikat mondani, a, aminek én voltam a tanúja, neveket tudnék, olyan, olyanokról, olyan popénesek, énekesekről, régiekről, akik ö, százezer példányban is óriási nagy sztárok, és, és, tényleg azok voltak, és még mindig benne vannak a történelemben, hogy, ö, volt egy olyan, nem fogom kimondani a nevét, mert nem akarom, nem akarok ebből is, de volt például olyan, hogy a apu felébresztette engem, voltam 16 17 akkor kaptam meg a jogosítványomat, és volt, vagy felébresztett, hogy kisfiam, kell már föl, menj már erre az a marháért. mert ez egy nagyon híres ember volt, és aput hívta föl, mert annyira be volt állva, meg annyira nem tudott magáról, hogy aput hívta, hogy Jimike, segíts már, mert nem tudok takszítani, mert nem merek, mert hogy fél attól, hogy meglátják ilyen állapotba. Uh -huh. És én mentem el érte. És tényleg olyan állapotban volt, be, beült hátra, elfeküdt, teljesen rottyom volt, be volt állva, be volt rugva. és olyan ember, akinek most elmondom a nevét, akkor nagyon sokan felfigyelnének, hogy vajon ki úristen, ez tényleg ilyen ember. Szóval nem kell itt annyira mindenkiről hát mindenki azt mindenki gondolni, esető, hogy... nyilvánvalóan, tehát mindenkinek vannak Van, akinek zá, zálokházai vannak, olyan poppénekesek is vannak, vannak olyanok, akik az áramot lopják, szóval azért, 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 azért ne tévedjünk annyira, ne tévedjünk el, meg vannak olyanok, akik olyan szinten alkoholisták voltak, hogy egyszerűen a nem volt sereggel, se éjszakájuk, se nappaluk nem volt úgy, hogy ne gajrészegen lettek volna is. És, és, tehát ez egyértelmű. Szóval engem ez fel tud háborítani, hogy a, a Magyarország azt gondolja, hogy, az, a, hogy, itt milyen tanult, és mennyire úri emberként vannak ugye olyan nők is, akik börtönbe kerültek, akik annak idején világsztárként villogtak, és szerintem nem kell erősen mondom semmit. Tehát azért gondolkozzunk már egy kicsit el, hogy azért, hogy, hogy itt, 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 senki nem komoly iskolát, nem kell iskolát végezni, de az a minimális, hogy is mondjam neked, az úri emberség, legyen az nő vagy férfi, az mindenkiben legyen benne. Régen más volt nyilván a helyzet, mert akkor már nem volt internet, nem lehetett elérni az embereket, hanem inkább, inkább a, tehát hogy el lehetett bújni, és ha való megláttál egy mondjuk egy hogy beül be egy étterembe, vagy, vagy akármelyik nagyobb sztárt, aki, aki azok voltak, akkor eszi a, a jó kis csirkecombot, és akkor oda megy hozzá egy rajongó, aki úristen, Mit keresi. tehát Nem voltam, még, még világsztárokat se ismertünk, csak Németországból, Modern Talking, vagy mit tudom én. De hogy egy, egy ilyen sztár ott, és például volt Apuval egy ilyen, de sokáig nem értettem, és kény, kényelmetlenül éreztem magam. <coughs> Bocsánat, és hogy beültünk egy, egy, egy magyar, valamelyik szemünk a kacsa, vagy nem tudom, valamelyik ilyen komolyabb étterembe, egy magyaros étteremben, beültünk, hogy akkor ott jót ott fogunk majd, akkor, akkor vacsorázni, és leülünk családdal, cupokba eszi a jó kis csirkecombot, imádja, és egy, 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 valamilyen srác, egy úr, vagy nem tudom, hogy elnézés, művész úr, egy, egy, egy autogramot kérnék, és meg, meg megengedett meg, hogy megegyem a vacsorát? És, és akkor gondolkoztam, mondom, ú, mondom, miért beszélt vele De elgondolkoztam azon, hogy nem tudtunk együtt elmenni egy moziba, egy állatkertbe, vagy akár a városligetbe, vagy sehova nem tudtunk elmenni úgy, hogy ne lenne magánéletünk abban az időben. Nem volt internet, hogy felmész, akkor megnézed bármelyik cele, vagy, 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 vagy start, vagy valamilyen művészt, hanem akkoriban az egy nagy dolog volt. Figyelj, másfél kilométeres sorát a Violin 2000 nevű CD boltban, nem tudom, ismerted -e? Nem. Ez a Petőfi Hídnál volt az egyik leghíresebb. A lényeg az, hogy másfél kilométeres sorát, mikor apunak kijött a legújabb lemeze, és azért, hogy az emberek bejussanak az üzletbe, és úgy vegyék meg a lemezt, hogy apu aláírásával. Tehát ilyen már nem nagyon van. Szóval, hogy, hogy ez, 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 nagy dolgok voltak, hogy nem lett, az autóval végigmentük, és végig dudáltak, megállt a kapu elé, beálltak a pirosnál, beállt csak kiszálljanak, hogy hát persze, hogy apu vett egy fegyvert, mert néha már nem tudta, hogy mi van. Ah, hogy néha olyan ijesztő, emberek ugrattak. igen, ijesztő emberek ugrattak ki, és nem akartak semmi rosszat, csak egy autogramot Jimmel. Nem lehetett fotót se csinálni, mert nem volt fényképezőgép, úgy, hogy egy selfie csináljunk, mert akkor, jaj, jaj, az, akkor nem, nem, volt. Nem voltak ilyen technikák. Szóval, csak azt akarom mondani, hogy azt háborít engem föl, hogy, hogy hogy, hogy igen, igen voltak olyan olyan emberek akik ö, olyan olyan popstárok olyan ö, olyan rock zenészek énekes eladók akiknek egyáltalán én saját szememmel láttam egyáltalán nem annyira ö, hogy is mondjam ö, kivételes az életük tehát nem annyira mm, hogy is fejezem ki magam nem minden milyen mindig példaértékű az élet. Tehát életében. nem annyira tökéletesek, mint amennyire azt mutatták magukról, erre gondolsz. Na, igen, hmm. igen. Sok mindent láttam. Sok, igen, sok csak, mindent csak mindent láttam. hogy... 43 úgy... éves vagyok, és nagyon sok mindent csak láttam. Csak hogy úgy tűnik, hogy apukád, hogyha akart ide tartozni közéjük, tudod? Tehát, hogyha, mint, hogyha őt ez zavarta volna, nem fogadják. Nem, de, nem? akkor nem vett volna magának egy szigeten, a Ráckevén, egy szigetet, és ott töltötte volna az egész nyarát, amikor csak tudta volna. Nem akart volna, akkor nem ment volna föl a Rózsadombra, vagy akkor fölment volna a rózsadomba, imádta Csepet, ott szeretett élni, ott vett egy házat magának, ha kellett, elment a piacra, ő nem akart ebbe, de viszont ő mindig is azért tartotta a néhány méter távolságot, hogy azért legyen egy kis elérhetetlenség felé az emberektől. Mert az, az úgy jó. Nem. A te fiatal társaságotban, amiben jártál, és amiben te belekeveredtél balhékba, stb. Ott apukád egyébként menő volt, vagy, vagy ciki volt őt hallgatni? Óriási menő volt. Csak menő volt? Nagyon. Uh -huh. Micsoda? Ajajaj. Ajaj. Hát pontosan ezért is lehetett, mert imádták. Tehát abban az időben nagyon jók voltak. A Jimmy dalokat volt a legjobb hallgatni minden. biliárteremben, ahol zenegépek voltak, ugye annak idején presszók, stb. Ezekbe járkáltunk. Hát diszkóban nyilván egy-két helyen megszólalt apu is, a vidéki diszkóban nagyon is. Nyilván a, a budapesti diszkóban más volt a helyzet, ott a kólió, meg, meg, meg nem is tudom, tehát ezek, hogy ez a révzenék, meg ezek, ezek, ezek mentek. Hát ott az, az más, más, téma volt. De, de nagyon, mi nagyon sokat hallgattuk, és szerettük a dalait hallgatni. Főleg a, a szíves szóló, Akkoriban más volt, akkoriban sokkal romantikusabbak voltak az emberek. Azt gondolom, hogy uh, én is. Szenvedélyesebben? Hogyne, ne, ne vicce, figyelj, nem, nem úgy működött, hogy uh, ráírok a TikTokon, vagy az anyám picsáját, úgy, amelyik ilyen, hogy, hogy ú, de -e, találkozzunk. Nem, uh, oda kellett menni. Megláttál egy nőt, vagy egy hölgyet, oda kellett menni, bátornak kell lenni. Lehet, hogy lezavart a picsába, vagy leütöttek a francba, mert valakinek <laughs> a nője volt. Já, igen. igen, já. A leütött, <laughs> hogy de, de, de akkoriban, akkoriban meg kellett harcolni egy, egy nőnek a kezéért, és oda kellett menni, bátornak kellett lenni. És nem azt számított, hogy mennyire vagy kigyúrva, hogy mennyi pénz van a kezedben, hanem bátor vagy, és oda-messze menni hozzá és És akkoriban leveleket írtam, én is írtam szerelmes levelet. Elmentem, elbicikliztem oda, is álltam mögé, vagy elmotorozgattam, és bedobtam, hogy tetszett, szeretni. Lehet, hogy soha nem kaptam rá választ, de lehet, hogy igen. Tehát, hogy akkoriban romantikusabbak voltak az emberek, mint mostanában. Ma már sajnos, ma már csak az, az számít, hogy hányan nézik meg a, a, TikTokon, meg az Instagramon, hogy milyen, most néztem valamelyik nap egy TikTokon, nem tudom elhinni, három millió, nem tudom hány követője van, és csak a segge van a csajnak a fotók. Csak a seggéről. Tényleg? Csak úgy, hogy pucsit. Pucsit a medencé, pucsit a konyhasztom, pucsit a, nem tudom, hogy hol. Három millió. És te is bekövetted, nem? Nem, nem, nem. Ha ezt kell, akkor szólok a kedves és ne <silence> van neki a jobb popsia, mint annak a nőnek. De nem, de ez tényleg kiborít, de már. És ezzel még pénzt is keres szerintem, mert ezzel még keresni, hát pénzt is a, TikTokban. a, TikTokban... Nem, nem, is Aztán, nem a tiktok nem, olyan, nem, keres, sem, sem, nem vagyok otthon a TikTok-on, nem hogy sem, sem, de, neki, vagy valami biztos. Nem, mert most évre nyilván is, én is azért hallodok a korra, én is fel az Instán, de én egy kicsit olyan családiabb hangulatot hozok meg, meg én azért figyelek, a, hogy azért ne legyek, már, már túl prostó Figyelj, beszélgettünk hogy itt a, nőügyekről, beszélgettünk a, arról, hogy néha a forró fej volt a pokád, és van egy dala, ami egy hatalmas sláger lett, ez a jó asszony mindennek bocsát. Mm -hmm. Te erről ad arról, mit gondolsz így 2023-ban. Tehát, hogy ez uh -huh. abban az időben releváns uh -huh. volt, sőt, ugye, nem tudom, hogy a Huléva mit mondott, de hogy ezt mondott. Ezt a Hulévát adjuk, azért hagyjuk otthon, hagyjá... mi hagyjuk, hagyjuk a Hulévát. Mert tíz év után előjött a huléva az, hogy most ő megváltoztat a 10 év után, vagy 15 év után. Nem, van, ne, 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 é... nem, 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 nem ezt akarom mondani. Azt akarom ja. mondani, hogy ő azt mondta, hogy azon az este, ő azt mondta, hogy elcsattant egy pofon, de hogy kiprovokált az elit. hogy abban az időben így álltak hozzá ez a kérdéshez. Te 2023-ben erről arról mit gondolsz, hogy ez, Na, hogy nem, ez, ez, ez az az az, nem erről szólt ez a dal? Nem? Nem, nyilván uh, egy kicsit sovinista ez a dal. Kicsit nagyon. <laughs> kicsit hobbyiszta <kicsit> <laughs> ez a dal, uh, hogy melyik, melyik uh, nemről az mindegy, adjuk. Uh, én ezt nagyon aranyosan, én ezt a dalt szívesen énekelem, ezt a dalt, és én ezt én nagyon, nagyon aranyosan. Uh, megváltoztattam ennek a, erről, oda, annak a véleményét, ami sokkal nagyobb, hmm. mert, hogy ezt a dalt azért a biztos apám, mert ütötte, vágta, nem igaz. Ez maraság. Nem is apám írta hát ezt a dalt. Meg, Egyébként pásztor, pásztor László, László írta ezt a dalt. A szövegét? Gondom? Igen, Aha. Uh -huh. nem apukám. Úgyhogy Pásztor ezt a honnan jó, tudott volna gondolom, a apukád elmesélte hogy mire szeretnék dalt. Persze, agyon vertem az editet, írd már megint dalt. Szerintem ez nem a verekedés, ez inkább a megcsalásról szól, nem? Hát figyelj, mondják neked valamit. Hosszú volt az éjszaka. Figyelj, ha van egy nő, van egy, na igen, hosszú volt az éjszaka másnál okay. voltam izé, tehát, hogy... Én nem, mi tudom, mit szoktam mondani, amikor ezt a dalt énekelem. Én akkor olyan dolgot mondok el, hogy például ott van a párom, akivel most a 12 éve vagyunk együtt, én azt szoktam mondani, hogy biztos itt vannak olyan úri emberek, férfiak, akiknek ott vannak a párjai, nagyon régóta, és mossogat utánuk a büdös zokniát, a vonalkódos alsógatyáját, mert minden férfinak egyszer vonalkódos alsógatyája, <laughs> és az asszony kimossa, az mindent elvisel. Volt nekem olyan, hogy volt egy nap négy bulim, nem, a több cipul... arról szól, hogy szaros gatyár, és az az, az, az hogy megbocsájtja. De hogy Á, ezt mond, nekem megörülök. Figyelj, hogy te kimosnád a. Hát <laughs> én, én kiszoktam most ne a szaros figyelj, gatyámat, Nekem lábfét is sem van, például. Hát én megnézném, hogy az én barátom meg egyszer is kandeszlenten a lába, én kifutnék a világból. Tehát de én... ha de komolyan... jó fél bocsátaná meg, akkor nem ragudjon, hogy azt, hogy... Igen, de jó fér minden... Nem, én azt gondolom, hogy ezt, ezt lehet aranyosan is felfogni. abban akkor jó ember mindennek bocsát lett volna, az embernek a... az asszony. Tehát, hogy... Nem, figyelj, Levi, én azt mondom neked, hogy egy... Mindenki úgy fogja föl, és úgy, úgy érti. Figyelj, elkezdett az ország, amikor ez a dal kijött, eszébe nem jutott senkinek ilyesmi. Hát egy másik korban éltünk, igen. Azért nem az, hogy 2023-ban, miután, után, és nem tudom mi után, ö, teljesen más hát a ez csengés. Ez nem, arra. nem, olyan régen valaki, valaki feldobta. Az, a ria, az... és a Tojtajos történet után történt ja, a e, feldolgozás. Ne... Mert amit most csinált, az nekem nagyon tetszik. Az, hát a jó, tehát hát az is egy így. üzenet volt a barátnőjének, aki megbocsájtotta a Tojtajos Na de látod, amit ő megcsináltak, egy klipbe is, hogy és kicsit ilyen hard hardcore stílbe a, a Hardcore színszel, igen. Igen, 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 igen. igen. nekem nagyon tetszik, szerintem ez nagyon jó. Most azt mondja, azt, hogy nyilván az azt mondja, hát jó, hát valaki lepippantotta a kis csávot ott a hát Nem csak az, az volt, igen. Ég, imádom a, gyerek, imádom a gyereket, de hogy a tojtói nem tudom. Tehát, hogy igen. Hát az a szerencsé, hogy nem vitt valamit hazaért. Nem, viccen kívül ez a, da, ez a dalra soha nem úgy gondolt senki, hogy hogy, 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 bántalmazás lett volna. Nyilván, uh, nyilván de, de mégis azért a nagy sikere, mert sok mindenki magára is ebben. Én most nem ezt, ezt, ezt a bántalmazást, mert tényleg nem. Én azt hittem, hogy erről, mert ugye ez jött valaki, valaki... sőt, az a reggelis beszélgetés, ahol ugye a a beszélgetett apukád volt mellette egy hölgy, a Kulká János mert nem tudom hogy ki volt ő sajnos, és ő ezt az apukának is feltette a kérdést, hogy nem gondolja, hogy ezzel a férfiaknak lehetőséget biztosít arra, hogy megcsalják a és a apukád elismerte, hogy ő volt ütlen ebben. hogy csak az ütlenségről szól Hát figyelj! Igen. Ha erről beszélünk, akkor igen, de én azért, azért kezdtem ezt a dalt énekelni, mert valaki, valaki feldobta, nem tudom már kicsoda, hogy, hogy, hogy ezt a dal azért írdott meg, mert az apu mennyit bántotta a, feleségét, és hogy ezért ebben nem ír valaki dalt, tehát meg hogy nézne a mász ki? Hát ez, hogy erre emlékeztesse az asszonyt, hogy bocs, hogy tegnap szájba basztalak, de most ezt akkor bocsáss meg nekem. Tehát, ez abszurd. Tehát, hogy én engem ez borított ki, hogy, hogy ilyet hogy lehet, nem lehet egy dal tényleg abból, hogy megvertél, bocsáss meg. Persze, Tehát, hogy ez, ez jött nekem most hitelre bocsí. Igen, valószínű, hogy ez, ez a dal, még egyszer mondom, Pásztorászó írta, úgyhogy bárki bármit is mond, igenis, a hölgyeknél, a hölgyek nagyon sok szart benyelnek a férfiaknak, sokkal tűrőképesebbek, és viszont kicsit nagyobb egójuk van, de ez hogy pozitív értelemben mondom, mert nekem például, ne, ezt abszolút pozitív értelemben mondom. Majd a kommenteket, amik jönnek ezért. de ezt, azért mondom, ezt azért mondom, mert a saját tapasztalatomból mondom, mert nekem ott van a szerem, a párom, és én iszonyat, amikor ő elhagyott engem, vagy valami, mert én hagytam előtt, ő, volt, hogy ő fáradt bele, és elhagyott engem, és én, én és ezt akkor önpusztításba kezdtem teljesen ki voltam tőle, hol van, ő persze élt az életét, a legszebben öltözött ki, én 26-szor töröltem ki egy napot, tiltottam hogy Tudod, mit veszítettél el. Igen, nem, mert közben ment jobbra, balra, hát persze. Hát, hát Lásd, tett, hogy mit veszítettél Te el. Én nekem meg ugye járt az agyam, hogy és, és közben pusztítottam magam minden, ahogyan csak lehetett, vagy otthon ültem, hát hetekig, meg magam alatt voltam. És amikor egyszer csak úgy volt, hogy na, elmegyek egy randira, megismertem hogy egy hölgyet, vagy valami, aki, akivel esetleg komoly lett volna a dolog, akkor egyszer csak ha megjelent. Addig nem, nem válaszolt semmilyen üzenetemre a, párom, de ez nem, ez akár, és sok mindenkivel hallottam, hogy így történik, hogy csak, és akkor é, eltűntem. Tehát már akkor van nem írogattam rá, hogy jó, vagy, És akkor valójában persze megtudta, hogy, 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 én randizok egy valakivel. Akkor előkelt a Zsuzsika, vagy a párom, és akkor persze a leges, ugye megjelent nálam, és akkor, és akkor hát ezért gondoltam úgy, hogy, 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 hogy meglátta, hogy hú, 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 hú más nővel szeretek, vagy, vagy esetleg nála egy két évvel fiatalabb. Hát az hogy lehet? Én erre, erre gondoltam egyből, de hát nem, mi az már régeségen túl vagyunk. Úgyhogy uh, uh, az ego az, az, nem probléma. Az nem probléma. Attól, attól vagyunk emberek, nekem is van egóm, tehát hogy Persze, isteni, mindenkinek kell egy kis egója lennie, az hajt előre. Azt előre. Az előre. tartást Meg attól vagyunk emberek. Tehát én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a nőkben is legyen egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tartást ad, igenis legyen a nőknek is egójuk, mert főleg a modern nőknek legyen egója. A férfiak azok meg kicsit legyen, azok meg azt mondom, hogy, hogy, egy kicsit meggondoltabbaknak kell lenniük, mert nem tudják, hogy mit veszíthetnek az életükben, mit, mert, 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 ha nem vesznek komolyan egy, egy nőt, egy hölgyet, hanem, hanem. De erről nem. Kis... Nem ezt a gyerekkorodban, meg fiatalkorodban ja, ott van. Nem. Tehát, hogy, hogy az, amit te láttál, az, hogy több vasat tartok a tűzben, és tulajdonképpen minden nőt megbecsülök, de hogy valójában egyiket sem annyira, hogy csak ő legyen az életemben, ez milyen hatással volt? Azért nem volt olyan sok nő. Tehát azért én én, én nagyon sokáig, nem, bár nem, nem, én, én nagyon sokáig, én csak az anyuról tudtam. Na jó, de anyukád leírja a könyvedben, vagy ott ő elmeséli, hogy voltak közben barátnői. Azt is elmesélt egyébként, mondom, tehát, hogy, a, hogy, az editor ugye ő még visszatért, és még volt egy harmadik, egy, egy modell, akit nem nevezett meg, azt tudom, hogy róla van szó, de egy modellt is megnevezett, hogy még volt egy harmadik is a, a, a tűzben. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy apukád azért nagy kanállal volt a nőket, nem mondjuk, hogy nem. Ez olyan nagy? Hát, hogy egyszer három nőt van, az azért viszonylag nagy kanál, nem? Hát szerintem most már sokkal nagyobb, sokkal nagyobb gondok vannak mostanában. E, nyilván apu abban az időben ö, élte ezt a korát, de volt mellette hét gyereket, akit nevelt édesapám. És abból három, abból kettő volt a kettő, mert akkor még az adján nem volt. De én, én nem és akarom ab... bántani. Ne, 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 egy abszolút, ne, figyelj, ne abszolút igazad van. Ö, lehet utáni, lehet lehet rosszat mondani az, róla. Az érdekel, hogy rád, mint fiúgyermekre, aki példaképként és istenként tekintett apukájára, ez hogyan hatott? Tehát, hogy neked ez pont az ellenkező Kezdetek csinálni az életedben, vagy pedig próbáltad őt utánozni, és próbáltam minél több nőt egyszerre tartani? Nem, nem nekem csak mindig is, amikor volt egy kapcsolatom, az csak hosszú ideig tartott, csak egy kapcsolatom volt. Amikor nem volt az a kapcsolat, hogy valami, akkor persze, akkor jöttek-mentek, de hát valahogy meg kellett találnom az, az, aki az igazi. Nem, ebből a szempontból nem hinném, hogy, hogy olyan voltam, vagy olyan lennék, mint édesapám. Ő sem volt ilyen. Hát, a szerelem volt az élete, ilyen dalokat énekelt. Tehát, hát, hogy a vallásos ember is volt, hogy hitt a családban, gyönyörű karácsonyaink voltak, -e. de volt neki egy gyengéje. Volt egy gyengéje, figyelj, most bekerült egy helyre, oda mentek a nők, azért a nőknek, a nőket sem, őket sem kell azért félteni, őket sem kellett félteni, mert, 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 mert ö, ú, uh, ott egy Jimmy, ott egy oda megyünk, és akkor egy fotót, amik ah, volt egy kis bulika. Tehát tényleg nagyon szép nők voltak odapokáért. Uh, oda a pokádért. Tehát a Mari akkor a, hát a édesak, és nő. én, én édesakam, És gyönyörű szép nő volt. Annyira is édesak. nagyon szép nő volt. Csak nő. Edith is egy gyönyörű nő volt, tehát fiatal korukban, nyilván most is gyönyörű szépek, de már másképpen azért már nem fiatalok. De hogy, hát a kísértés az, az nagy volt, de azt gondolom, hogy én úgy jövök vele, hogy ha az én párom, én páromon jól kijövök, minden rendben van. Minden flott. És az tényleg mindenről beszélek. Nem lett mindig, mert nem lehet mindig jó, mindig, mindig patent, mert meg mert, mert, mert néha kell egy kis veszekedés az adja a, a savaborsát a dolognak. Akkor minek jutne el szembe más nővel fordulni? Nem. De ha valamit baj van, akkor elmondom neki, hogy figyelj, ha ez így folytatódik, hogy, hogy valami nem jó hogy közöttünk, akkor ennek rossz vége lesz. Tehát akkor, akkor, akkor valami fog történni, amivel, amivel tönkre megy a kapcsolatunk. Tehát, hogyha ez rendben van, és ezt meg tudjuk beszélni egymással, és szerintem apu is ilyen volt ilyen szempontból. Ha ő úgy érezte, hogy hogy valami nem úgy működött a kapcsolatában, akkor ő leült, és ezt ő meg tudta beszélni. És hogyha ez így működött, működött, ha nem, akkor, akkor lehet, hogy nem. Én szerintem mondom, nagy volt a kísértés biztos abban az időben. De ne, nem volt ilyen, tehát ez a, ezek a össze-vissza minden nő egymás után egymás szájába, hát nem Tehát, ugye jön le ilyen, és a sorozatban egy ilyen rész is volt, amit láttam. Nem, nem ennyire nem nézte le a nőket. Hát, hát csak nem két nő akart ezt. Oké, ugye azt mondtad, hogy a sorozatban elég sok hazugságot vélsz felfedezni, ki is az elejére, hogy igazság és hazugságok alapján. Azt hallottam, hogy azért írták ezt főleg ki, mert hogy sok emberrel beszéltek a sorozat készítése közben előtt, a forgatókönyv írása előtt, és különböző emberek ugyanarról a sztoriról egészen más, hogy emlékeztek. Tehát, hogy ezért értek, hogy hazugságok, mert hogy tulajdonképpen teljesen különböző dolgok uh, hangoztak el a, az interjúk során. Na de! Apokád életében is voltak olyan dolgok, amik, amik fedítések voltak. Például az, hogy hogyan ismerkedett meg Edittel. Ugye ott egy jogászbáról volt szó, meg arról, hogy Edit ügyvéd volt. Uh -huh. Ugye ezt, ezt, ezt mondták, állították ők. Uh -huh. Meg van egy ilyen amerikai karrier kérdéskör, ami ami nem tisztázott, hogy az tényleg megtörtént uh -huh. vagy tényleg volt-e neki amerikai karrier, és Mörölyekári gratulálta neki a hangjához, vagy nem. Arról tudok, hogy Dionnal valóban volt, hogy apu énekelt, egy lemezt csinált, majdnem egy egész lemezt Szelindionnal az hát. az ő dalait énekelte, hát. és uh, arra emlékszem, hogy kaptunk egy e, e, faxot, mert akkor a, a, a szerint hát károk, tetszett. hogy tetszett. Tessék? Ne káromkodj viccel. <hí> ja. Fakszomat. Mi az a, a faxom, a Ja, fél a fakszomat. Ja, csomó, nem tudják. Nem tudják a fax az, amit de papíron ké... Júj, tényleg, ne durva, kis. Tehát az akkoriban az SMS csak egy papíron jött. <híl> <híl> és, <nagyon nyikorgott. híl> és nagyon nyikorgott. És nagyon nyikorgott, és olyan nyóra <híl> volt. Jaj, ja, 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 hogy a kagylóban, mi az is. Szóval, hogy kaptunk egy faxot magától a menedzsmentjétől, vagy azt hiszem, hogy a férje, a férje volt neki, akkor a menedzserrel. A kiadója, azt hiszem, igen. Meg is halt és kaptunk, hogy hogy nagyon tetszik neki, ahogyan az ő dalai tapu énekeli és feldolgozta és ő vele valóban volt egy ilyen, azt nem tudom, már Kerében, nem, nem, nem tudom. az is a kint fellépett valamilyen valóban, bárban minden én és uh -huh. akkor oda visszajártak az emberek, meg sztárok jártak oda hallgatni az ő éneklését, ezt az ő saj, saját szájában mi kim voltunk Floridában, ez is ez saját emlékem. De az nyaralás azt, volt, nem? A, a, igen, de akkor apu bement, egy olyan szállodában voltunk, aminek volt egy ilyen, egy ilyen, ilyen lokásszerű, és apu akkor oda kiállt, és énekelt a ghost -ot. Megénekelte még a Pretty Woman, meg azt hiszem, még talán elvis dalt énekelhetett. 96-ban ósza nem könnyű visszaemlékezni. de arra emlékszem, hogy ott tapsoltak és gratuláltak is neki. Tehát mintha ismerték volna. Ö azt tudom, hogy járt apu valaha külföldre, az száz százalék, tudom, hogy járt valahol dolgozni. De jól beszélt egyébként? Hát beszélni nem is annyira jól, de énekelni, igen, mm. tehát, hogy megtanulta az angol nyelven énekelni, de én azt is láttam, hogy ott kint Amerikában, amikor rögtön voltunk, egy-két hétig, tehát ő beszélt angolul, egyikünk se tudott, és teljesen jól megértette a, magát a, a, az, az amerikai néppel, úgyhogy azt onnan pedig tanulnia kellett, és és azt tudom, hogy amikor jelment, ilyen, nem tudom, három hétig nem láttam, volt, egy most egy hónapig, akkor hazért és akkor olyan dolgokat hozott magával, hogy Magyarországon nem lehetett kapni olyan kindertojás, Mm. Meg ilyen olyan... olyan de, hogy ő vendéglátozott is uh, még a kezdetek kezdetén, ugye, Lesz. és külföldi külföldön is vendéglátozott, ugye, hogy kicsit ne? az másabb, mint a, mint a nagy színpadon állni, és karriert csinálni. Hát, még sokkal keményebb egyébként. Hát keményebb, csak hogy a megbecsültség az hogy nem, kezdődik, a, nem ott, a, ott, tart, kezdődik a... az iskola, az a legnagyobb iskola a vendéglátó. Igen, azt is megyek egyébként, hogy tudod, hogy valaki elkezd vendéglátozni, meg, megpecsételi a sorsát, és abban az időben, de, amikor ő, aktívan zenélt, akkor szerintem pont ez volt egyébként az ő, hogyha lenézték a többi többi akkor az, ezért nézték őt lemerő vendéglátó. Azért, mert nem egy garázsban csinált igen, egy... nem egy tini hanem... Tini hanem, hanem, hanem... hanem mert így kezdődtek, ugye mindenki... Ö, ö, aztán mindenki én értek ezzel egyet, hogy most miért, miért ne kezdhetné valaki a vendéglátozásba a karrierét. Ő tehát... szólóban, ő szólóban, oda, ült, oda, ült, oda, ült, oda, ült, oda ült, egy oda zongor elé, és szólóban nyomta a vendéglátót. ez megint úgy tűnik nekem, hogy ezek a kis ferdítések, meg a, ugye az edith való megismerkedésnek a története, ami hát hazugság. ez kicsit az ő feje pozícionálás érdekében történt. Hát én nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy énnek én ez a jogászbál hogyan történt. A, 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 én, én nem így emlékszem rá, hogy a Edittel úgy ismerkedtek meg, hogy ott, ott keféltek volna, a, a, ahol mi laktunk. Biztos, hogy nem így ismerkedtek meg. Hát, hát, hát anyukád ezt írja, hogy odaköltöztek Editték a könyvedben. Hát igen, de, de, de nem, nem, nem így ismerkedett meg nem, én, Jó, én gyerek voltam, de én nem így emlékszem rá. De mondom még egyszer, az a könyv, az, amit akkoriban az kijött, akkor én, én bennem és édesanyámban is egy óriási nagy dű járt mind a kettőnkben, hogy mik történtek. Ö, akkor mentek a pereskedések is mindenhol, jobbra balra a családban, a kiadókkal, a, a, média nem hagyott minket. Tehát anyukám meg egy meg nagyon érzékeny nő, és ő mindent magára veszi, meg mindig mondom neki, hogy nem kell, nem kell, hagy, hagyni kell a francba, Apu se volt vele mindig őszinte, ő se volt mindig a por őszinte, mindenkinek megvoltak a saját. Ö, most mindenki azt gondolhatja, hogy ö, nyilván nem egy átlagos életet éltünk, együnk, egyikünk sem élt átlagos életet, mivel édesapám Zámbó Jimmy volt. Ö, de mi nekünk is volt egy olyan életünk, amikor évízre lejártunk több éven keresztül, nem Zámbó Jimmy volt édesapám, hanem, hanem apa, meg ott volt a bátyja, a keresztapám. Tehát egy ilyen családként lementünk a lovardába, és mindenki gyuvássan leültünk oda, bográcsoztunk, dilisztünk, marháskodtunk, ott aludtunk. Tehát, hogy nekünk is volt egy ilyen átlagos életünk, és az egy nagyon szép élet volt. Édesapám elért egy olyan szintre, elért egy olyan dolgot, ami által már az egész családom nem átlagos vált. És ez nem volt könnyű, soha nem volt könnyű ezt így, ezt így, ezt így megélni. Szóval... Volt, amikor azt kívántad, hogy bárcsak ne lenne az apukád? Vagy bárcsak ne lenne ő ekkora sztár? Bá igen, voltam, ismertem olyan embereket, akik elképesztő boldogságban és gazdagságban, sikerben éltek, nem tudom. Talán az általános iskolában. Az, az volt az, amikor, amikor általános iskolába jártam, és ott egy, ott, ott egy kicsit nehezebb volt. Tehát ott, valamiért valami mindenki, minden tanár azt gondolta, és ezért romlottak a jegyeim, és azért lettem rossz tanuló a végül, mert jó, egész jó tanuló. Igen, azt gondolták, hogy, hogy valamiért valaki kivételezni velem, akkor, akkor nem rám jobban rápszáltak. De az osztályfőnöködet felszedte a pukád? Ez benne van a sorozatban. Nem vagy, nem kommentelem <laughs> ezt a témát. Maradjon rejtély. Ez maradjon, ez, a, ez, a, ez, a, ez a maradjon rejtély, de nem kommentelem. <laughs> <laughs> Oké, okay, figyel könyvedben, bocsánat, megint ide térek vissza, azt is írt, hogy kicsit Elolvashatnád magadat... a másik könyvemet, ami Ň, sokkal sokkal e szebb azt, ne, azt nem találtam Magyni meg. Ne Képzeld el, ezt megtaláltam egy könyvet, hogy kérje jogdíjat utána, mert még lehet vásárolni, csak szólok. Én, tehát de én de meg, jó. ezt megvettem, úgyhogy. azt hogy... Huh. Szóval, hogy, az hogy ez, van, ez a kiadó megvan-e még, amelyiket te hát valahogy, valahogy fent van az elkönyváruházban. Tehát, hogy abban a könyvben te azt mondod, hogy kicsit magadat hibáztatod, hogy nem voltál otthon szilveszter estéjén. az mindig is így volt, sokáig. De akkor már nem. De ö, még mindig. Ö, még mindig? Mindig eszembe jut. Igen, ugye, az, ugye, az hogy, hogy, hogy a... hogy a történt, igen, ugye, estemti titok, és akkor mond, írod is a könyben, hogy amikor hazamentél, akkor akkor még a függöny. Igen, találtam egy-két hát ilyen fél darabok, meg ilyenek a... Nem is tudtam csak egy napot ott aludni, aztán volt egy kis szoba, egy kis vendégszoba, utána ott aludtam a lakásban. Aztán nem is sokáig maradtam a laká... házban. Mert aztán edit kitett a lakásból, vagy az házból. Hát, figyelj... Ö... Nem akarom ezeket fellánytorgatni, csak azért ezek nagyon erős momentumok a te életedben is szerintem. Abszolút igen, nekem is nehéz volt, de nem maradtam volna, mert ott volt édesanyám, volt neki egy lakása, és nagyon, nagyon csak, nem csak édesanyaként, hanem mi jó barátok is voltunk anyuval, és az nyilván akkoriban azért, azért uh, nyilván uh, pff, nehezen tudtam feldolgozni, 23-24 éves voltam, azt se tudtam, hogy mi történik, hirtelen egy no, hatalmas örökség jutott a kezembe, készpénzről beszélünk, és mit csináljuk most, mit kezdjek ezzel, uh, valóban történt egy ilyen, hogy akkor a, 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 itt az nem is ő tehetett róla, őt is, őt is egy ilyen irányítás alatta volt. Volt egy ügyvédnő, aki, hál' Istennek, most már az Edit, ő is rájött szerintem, hogy nem kellett volna az a nővel. Ö, 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 az a nő minden áron azt akarta, hogy a Edit is egy olyan, olyan, kedvesen naiv volt, mint, mint én, de és, és, és ez, 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 az ügyvédnő ezt szította, és egyszerűen azt mondta, hogy hát, hogy a Krisztiának nem kéne itt maradnia. Egyébként igen, a, a házva, tehát maradhattam volna. De mivel én, én nem tudtam magam milyen könnyen, tehát hogy én úgy voltam vele, hogy én, 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 én nem tudok már ebbe Rosszul esett akkor, de nem az Edit mondta nekem ezt, hanem az ügyvédje, hogy akkor hogy nekem akkor én mennem kell, mert hogy én az öröks, hogy, hogy az Edithnek az örökségbe én nem vagyok benne. Ezt mondta ez az ügyvédnő. Hát erre nyilván felkaptam a fejemet, hogy mondom, mi van? Kinek az öröksége és milyennek az én? Mint hogy, 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 engem nem örökölt az Edith. Ja, hogy te, te nem vagy Engem? Az... Nem, nem a... a, a hogy, hogy te, önjel... nem, hogyha halállal nem örökölt meg. Én én van. Tehát, hogy, és ezt az ügyvéd mondta. És az Editnek láttam, hogy, lelki, hogy rossz neki a konyhában állt, és neki ez rossz volt, a szívemélyén ez neki fájt, hogy ez, de ez, ez az ügyvéd ez mindent a kezébe vett akkoriban. Tehát mindent levett az Edit kezéről, minden, nagyon sok minden zúdult az Editnek a nyakába akkoriban, de én nekem 23 évesen akkor az nekem, és akkor jött egyébként akkor ez a könyveske ki, mert akkor, akkor dős voltam minden és mindenkire, és akkor itt ez jött az, ez a könyv, hogy akkor ezt megírjuk, ezt a könyvet. És, és igen, valóban történt de ezek után ott maradhattam volna, de hát most ezek után már nem, hogy, tehát most úgy voltam vele, jogomban lett volna, tehát jogilag igen, nem is értettem ezt az ügyvédet, jogilag igen, de utána azt mondtam, hogy dehogyis, hát nekem van édesanyám, akkor majd még gyerek voltam, mert ott megyek hozzá, és ott ő szeretettel vár engem. Úgyhogy... Oké, okay, egy utolsó kérdés. Hogyha apukád ö, látna téged most, látna egy énekest, akinek rengeteg fellépése volt az előző évben, 240 mondtál, vagy 240-et mennyi Na, Meg majd. az előtt is sok, nagyon sok. Nagyon sok. Vannak saját dalai, saját videoklipeket készít magának, és ekközben ö, néha bóhozgatik a tévében. Mm ami nem a, nem a, a művészettel jár együtt, hanem egy szereplét. Uh -huh. uh -huh. Szerinted fejen hogy ne csináld ezt? Hát valami, tudom, mit mondok neked, az, hogy hát én annyit, annyit, gondolkoztam, hogy mennyi minden másképp lett volna, élt volna. Azt, amit nem mondasz most, ezen néha én, én is fejen koppintom magam. Mi pénzből élünk, tehát szeretek déli lenni, mindig is déli voltam. Nyilván, hogyha valamit felajánlanak, akkor az... az, az, az. Nem vagyok valami jó üzletemben. De te mit érzel, hogy az emberek veled nevetnek, vagy rajtad nevetnek? Nem, velem, szerintem velem, velem. Én hülyét nem csak magamból soha. Tehát az, hogy hülye vagyok, az oké. Okay. Ez jó, 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 te mit én, én nem hiszem, hogy szerintem szerintem velem nevetnek. Nagyon, nagyon sokszor másképpen. Most nyilván, most, hogy ezt az internet megcsináltuk sokkal, egy kicsit, azért most, van, most volt az évforduló, tehát azért ez nekem mindig egy nehezebb. Ilyenkor egy picit nehezebben is alszom, ilyenkor hogy előtörnek az rossz emlékek, ilyenkor más vagyok. Vannak olyanok, amikor, amikor egy reggeli műsorba, és éppen rossz napom volt tegnap. Most egyébként most az utóbbi két-három napban nyilván nem voltak jó napjaim, ilyenkor jó esik veled beszélgetni, mert tényleg ez nagyon sokat jelent nekem. De hogy, hogy nem mindig úgy olyan szimpatikusan jövök le az embereknek, pedig, pedig soha életemben nem voltam nagyképű, mindig is közvetlen vagyok, ezért ezért, ezért szeretem, hogy szeretnek az emberek. Halak a, a, a horoszkópom, ezért o, o, kell a szeretet, mert különben megőrülök, tehát én, én akarom, hogy szeressenek az emberek, ő magam miatt akár. Uh, szóval, hogy uh, mikor voltam, a reggel műsorba elmegyek, és éppen az előtti napon rossz napon volt, és úgy ültem, vagy úgy beszéltem, ami esetleg nem volt szimpatikus, hogy fú, milyen nagy képű egy fasz volt ez ebben a, a műsorban. Még nem voltam, csak éppen mondjuk balábbal keltem föl. Szóval ez egy nagyon ne, nem könnyű feladat. Az, hogy az apukám mi gondolna rólam uh, most, uh, nem, valószínűleg van olyan a, 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 muzikalitást, a zenével kezdtem önmagam foglalkozni, és ö, nem pedig az árnyékában, mert én úgy gondolom, hogy de egyébként erről is lenne egy idézetem gyorsan az árnyékáról, mert sokan azt mondják, hogy a, a, azt se tudják, miről beszélnek, hogy az ő árnyékában. Tehát ö, ezzel azt akarják ö, mondani az emberek, hogy az ő sikerének köszönhetően ö, tartok ott, vagyok. Hát ha valahol tartok, és ezt mondják, akkor nekem nagyon örülök, mert akkor veszek szerint én is sikeres vagyok, és az, hogy az árnyékában a fia vagyok, én zámbó Krisztán vagyok, és azt gondolom, hogy Én, az nekem, van, én, én, én nekem van jogom ahhoz, hogy, hogy, hogy felidézek akár az ő dalaiból egy-két dalt vagy énekeljek, mert, mert egyébként ezek most már az én dalaim is. Igen, Úgyhogy... amennyire neked ez előny, annyira teheri szerintem. Vagy hát, az, ö... hogy, vagy én már nem egy családi, egyetet. családi pakka hátadon, ja? és mindig hozzá Aha. fognak mérni tulajdonképpen, tehát ez mindig meg lesz szerintem. Nem baj, hál' Istennek. Majd az legyen így a, a én fiammal, meg az ő fiával, az egész csoda mindig maradjon is föl. Csak az így meg tudod találni saját magadat? Persze, már nem, már megtaláltam magad. Persze. Nekem megvannak a saját, a, a, a lírai dolgok azok bennem vannak, tehát hogyha én énekelek egy dalt, vagy írok egy dalt, vagy komponálok, akkor mindig a, a szerelem az, ami, ami az eszembe jut. Mint a Igen, én, én, nem, én nem szeretek csúnyán beszélni, vagy, 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 vagy a politikáról énekelni, vagy, 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 vagy bandaháborúkról, vagy mit tudom én, tehát én nem reppelek, tehát hogy én, ez, ez, bennem marad ez a lírai pop, vér, ez bennem folyik, ez, ezt, ezt senki nem veheti el tőlem, és, és, és ezt én használom is, úgyhogy ha föl aki föl a Youtube-omra, akkor vannak ott nagyon sok saját dalaim, amiket, amik, amik saját dolgok, ami ugyanúgy a szerelemről, a saját tapasztalataimról szólnak, Úgyhogy, úgyhogy, azt gondolom, és, és, ezt valakitől muszáj volt tanulnom, örökölnöm, mint ahogy mondjuk egy lakatos, vagy egy, vagy egy ács, vagy nem tudom, az apja elképesztően ügyes abban, amit csinál, akkor azt az apjától fogja megtanulni, és akár lehet olyan jó is, mint az édesapja, vagy másképpen, de lehet jó benne. Krisztián, köszönöm, hogy eljöttél, beszélgettünk nem könnyű témákról, Kívánom, hogy hogy még sikereket érje el zeneileg, Köszön meg szépen. kívánom, hogy minél kevesebb feszültséget ö, ö, hozzon elő bennetek ez a sorozata folytatásával. Azt tudom, hogy, tudom, hogy van feszültség a családban emiatt, ugye? Hát persze, hogy van. Éppen ma beszéltem a nagynénémmel, mindenkinek megvan a saját kis problémája benne, de szerintem mindenki tisztában volt azzal, hogy mi készül. Ö rettegtünk, miután aláírtuk ezt a szerződést, a Edit is, meg én is, hogy, hogy hú, mennyi hazugság és mennyi, mennyi összeesküvés elméleteket találtak ki édesapám körül az országban. Hát beszélnek az emberek is olyan dolgokról, tehát én kaptam már üzeneteket is a mentősöktől, rendőröktől, hogy ez így történt, az úgy történt. Ilyen volt apám, olyan volt apám, így kurvázott, így kábítószerezett, így verte a nőket, úgy verte, de szerette a hazugság. Édesapám egy vallásos ember volt, hitt az Istenbe, hogy egy Istenbe. Ő, ő, ő szerette az embereket, szerette a munkáját, megküzdött érte, vértizadat érte. És ő ennek, ennek ebben a példában élt. De a család között nem korbácsolt indulatokat akkor, tehát hogy ti nem feszültök most egymásnak a családon belül. Sőt, euh, még talán, sajnos most már hald meg a ö, drága, 96 évesen a nagymamám, a pokám anyukája. Köszönöm. Ismertem, nem, ismertem én is őt. Igen, nagyon, igen, igen, tudom, hogy voltál le, hogy a, a, a emlékműsorokon is Ön azt hiszem, hogy vezettel, vezettem is, az, az is, egyiket, is? Uh -huh. uh, hogy uh, azért sok, sok minden ért minket így az, az utóbbi időben, de most mama elment és voltunk a Harati Toron. Rég láttam, hogy, hogy az egész család együtt, de, de nagyon sokan voltunk, de csak a család nem a temetőben, hanem a halotti A temető nem tetszett, mert sajnos minden média, minden fajta média megjelenti. az annyira nem az arra emlékeztetett, amikor 20 ezer ember ö, ö, volt az apu temetésén, és egy séni nem lehetett. Mit kívánják még neked? Útravalóként. Útravalóként? Hú, lent taposom készített egy nagyon jófajta lecsót, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Jó étvágyat kívánok. <laughs> Nem lecsót, kocsonyát, bocsánat, kocsonyát. <laughs> ja, ja, ráadásul. Okay. <gül> kocsonyát. <gül> Zsuzsit pedig üdvözlöm. Átadom, jó <laughs> jól van, én szia, szia. sziasztok. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomra rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. nézzenek a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, like és hogyha van kedved, kövesse a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.